Jó reggelt kívánunk mindenkinek, természetesen folytatjuk a mokkát, és ahogy mondani szoktuk, nyakunkon a nyári szezon, a hőség. A következő perceket hát arra áldozzuk, hogy hogyan hűsíthetjük magunkat az igazi forró kánikulai napokon. Szűcs Panni, a Budapesti Városüzemeltetési Központ szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Valamint Horváth Tamás úr, a Technocooling Kft. Ügyvezetője, ugye jól mondom? Értékesítési vezetője. Jó reggelt! Legyen majd egyszer ügyvezető is, Tamás! No, először Pannit kérdezném, aki nem érkezett üres kézzel. Mindig hoznak magukkal, hoztok magatokkal egy-két érdekes szerkezetet. Ő a mi locsolóautónk. Mekkora szükség van most a városban, arra Budapesten ugye leginkább, hogy hűtsétek a várost? Hát azt gondolom, hogy nagy szükség van, mert ugye nagyon meleg van, főleg az utakon, és az arra alkalmas pont, hogy a lakótelepeket meg az utakat hűtsük vele. Ahol sok a beton. Így van, igen. Mi a helyzet a sinekkel? Tegnap éppen olvastam, hogy a 4-es 6-os például konkrétan megállt. Gondolom a hőség miatt, hogy elgörbültek a sinek? Hát valószínűleg, az biztos, hogy megrendeltek tőlünk elég sok ilyen vágányzóna hűtést. A nagykerült egyébként nem volt benne, az pont mától van, úgyhogy lehetséges, ezt most én nem tudom így megmondani, de igen, ott is nagy szükség van rá, ugye a fém miatt. Az igazi nagy nyári szezonban, tényleg amikor hatalmas nagy kánikula van, hőségrekordok dőlnek meg, akkor napi szinten mondjuk mekkora a vízfelhasználása mondjuk ezeknek az autóknak? Hát jó, sokszor kell fordulniuk, és olyan 3-5 köbméter fér bele, és azt mondjuk fél óra alatt kilocsolják, úgyhogy és kettőször 12 órában, tehát egész nap mennek ezek a locsolautók, úgyhogy el lehet képzelni, nem kevés. Mindjárt kipróbáljuk, hogy hogyan működik. Imádok mindent kipróbálni. Addig Tamás, hadd kérdezzem Önt, hogy ez a párakapu, hogyha jól mondom, jól figyeltem, így hívják, milyen célt szolgál? Tehát hol a legcélszerűbb felhasználni ezt a kis szerkezetet? Számos felhasználási területe van, ugye hát ilyenkor a nagy melegben, strandokon, rendezvényeken, illetve éttermek teraszán, de akár magánteraszokon is kiváló hűsítést nyújt. Tehát nem arról van szó, hogy vizes lesz tőle az ember, nem, álljunk nem, be, jó Tamás, nem, próbáljuk nem, ki. Beállunk, olyan, mintha hideg levegő fújna ez a kis vékony permet. Igen, nagyon egyszerű elve működik, tulajdonképpen nagy nyomáson, kb. 70 báron porlasztjuk a vizet, és a párolgás következtében hőelvonás történik, ezért érezzük ezt a hűs levegőt, ezt a hűsítő hatást. Tehát igazából ennyi a működési elve. És egy gondolom a fiz... Nem is vizez már, tehát elpárolog a nagy melegben. Minél melegebb van egyébként, annál hatékonyabb a dolog. Feltételezem, hogy ez a víz felhasználást annyira nem dobja meg. Nem, ugyanis ezek az apró fúvókák, ugye kb. Ilyen 20 mikron nagyságúak, hát egy olyan kb. 2-3 liter víz halad át rajta óránként, tehát nem olyan, mint hogyha mondjuk megeresztjük a csapot és hagyjuk. Nem olyan, mint egy locsolóautó. A Panni, itt van a Panni, azt tudjuk-e csinálni most, hogy felülnék az autóba? Rendben. Úgyis utoljára télen, amikor itt voltatok, akkor ugye egy kotróautót, vagy hogy hívják? Kotró már nagyon jól Hókotró. Ment, Robi. Az nagyon jól ment, nagyon jól ment. Most kipróbálnám, hogy hogyan lehet locsolni. Jó, rendben. Engedélyezi a cég, ugye? Felmegyek, oda megyek, fentül a sofőr, és mindjárt kipróbáljuk. Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot! Magát hogy hívják? Kálmán László. László, felülnék az autóba, jó? És mutassa meg nekem közben, most még nem látnak a nézők, hogy hogyan kell locsolnom. Először is beindítjuk az autót. Jó, valamire lépjek rá? Hát esetleg a kuplungra jut. Ő a kuplung. Beindítani. Igen. Jó, beindult. Ennyi. Be van indulva, lepontjuk a kuplungról a lábunkat. Tuti? Igen, teljes mértékben. Jó. Itt van a nyári kezelőpult. Ezzel kezeljük az egész berendezést. Most az F1-es gombot megnyomjuk, ezzel kapcsoljuk be a készüléket. De akkor még nem történik semmi. Igen, megnyomtam. Jó. Egy kicsit hosszabban. Hosszabban. Nyomom hosszabban. Jó. Hopp, megvan, igen, megvan. Egy pillanatra még készüléket mutatja. Itt van rajta, hogy téli funkció, nyári szivattyú nélkül, nyári szivattyúval, tehát most szivattyúval fogunk dolgozni, hogy vizet locsoljunk. Tehát az F3-as gombot nyomjam meg. Benyomjuk. Megnyomom. Igen, most hagyjuk, a 4-es, az F4-es a bekapcsolás. És akkor F4-es. Most, igen. Ahogyha bekapcsolom, akkor már spricceli a vizet? Még nem. Semmi. Aha, valami dolgozik a gépen. Igen, most be van kapcsolva a szivattyú. Ez a 4 váltás. A funkciót mutatja jobbra-balra, illetve előre föl-le. A kacsák, amik elől látható, ezt mindjárt meg is mutatom. Jó, de közben mondja, hogy melyik nyilat nyomjam. Jó,
ha a kacsát akarjuk, akkor az F1-et, de akkor el kéne állni az operatőrnek onnét. Megkérjük az operatőr kollégát, hogy álljon onnan el, mert most itt hűsíteném a betont itt a TV2 udvarán. Az F1-et benyomjuk. Benyomjuk. És akkor már is lövel a víz, elméletileg. Azért majd mondja, hogy hogyan... Jó. Megnyomtam. Igen, ezt ki is kapcsoltuk, kicsit kellett volna, csak ja, kicsit. Újraindítjuk újra, a szerkezetet. Újra hát még azért tanuló vagyok, úgyhogy annyira nem működik. F3, F4, akkor most az F3-at megnyomjuk, viszont az operatőrünk újra gondba lesz. Nem baj, locsoljuk. Hát, ha melege van. Úgy látszik, hogy nincs annyira meleg, hogy itt a gép akkor elinduljon. Bármennyire is szeretnénk locsolni, valami nem működik a rendszeren. Ezt mindjárt megnézem, de sejtem, hogy mi lehet a probléma. Egy pillanat türelmet. Menjen. Közben Laci elment hátra, és én továbbra is próbálkozom azzal, hogy egy kicsit itt hűsítsük a betont. Próbáljuk megnyomni itt a kezelőszervet, de Laci közben... Mondják, itt jelzik a kollégáim, hogy lassan a beszélgetésünknek az ideje lejárt, és talán így végszóként egy nagy sugárral el tudunk köszönni hát remélem. Önöktől, meg az operatőr kollégától. Nem sikerül. Az ördög sosem alszik, szerintem legközelebb majd újra megpróbáljuk. Az előbb elindult.